Évek óta folyamatosan öregedik a járműállomány Magyarországon. Itthon egy személyi gépkocsi átlagos életkora közel 14 év, ez derül ki a KSH adataiból. Az autók átvizsgálása során látható, hogy műszaki állapotuk sem mindig felel meg az előírásoknak. A hétvégi nyíregyházi ingyenes jármű ellenőrzési és közlekedés biztonsági napon már a nyári időszakra készítették fel az autókat. A rendőrök valamennyi autóban nyári ablakmosó folyadékot töltöttek, de ajánlatos lett az évszaknak megfelelően a téli gumit is nyárira cserélni. Az autók átvizsgálása során látható, hogy műszaki állapotuk nem mindig felel meg az előírásoknak. Nagyon fontos, hogy a járművezetők ne csak a műszaki vizsgák alkalmával készítsék fel a járműveiket, tartsák megfelelő állapotban a járműveiket, hanem két műszaki vizsga között is tegyék meg ezt. Javasoljuk, hogy minden évben legalább egyszer, de hogyha van rá mód, illetve szükséges, akkor gyakrabban is ennek a karbantartásnak eleget tegyenek, járműjavító műhelyeket felkeressenek ebből a célból. A járművek motorikus állapotát nagyban befolyásolja a megfelelő karbantartás, tehát a szükséges javításokat javasoljuk, hogy a gépkocsi vezetők olajcseréket, a levegőszűrő cseréjét, üzemanyagszűrő cseréjét időben végezzék el, illetve ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor szervizeket keressenek fel. A futóműről nagyon fontos még beszélnünk. A futóművet igen jelentősen igénybe veszik a rossz, esetlegesen rossz útviszonyok, tehát nagyon fontos, hogy ezek is megfelelő állapotban legyenek, hiszen ez a járművek menet stabilitását elég komolyan befolyásolják, tehát egy rossz futóművel közlekedve az a jármű baleset veszélyes is lehet. Vannak az autóknak tipikus műszaki hibái, amik elkerülik az autósok figyelmét. Az egyik legnagyobb hiba a sok közül, amit most én szeretnék kiemlíteni, az a rögzítés. Fék nem megfelelő állapota. Ez abból adódik, hogy nagyon sok járművezető nem használja a kéziféket, nem használja a rögzítőféket, és egy-egy vizsgálatkor, akár műszaki vizsga során, akár ellenőrzéskor, ha éppen működtetni akarjuk, akkor a rögzítőfék alkatrészei már berosdásodtak a használat hiánya miatt, és nem fognak megfelelő módon működni, járművezető nem tudja ezt majd használni. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Lajsz Ferenc autószerelő, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mi a héten elmentünk önökhöz, és megnéztük azt, hogy ezek a bizonyos elöregedett autók, ugye én azt mondtam, hogy átlag életkoruk 13-14 év, milyen hibáik vannak ezeknek az autóknak, mondhatom ezt, hiszen elég sok hibát találnak, amikor egy műszaki vizsgára fölkészítik az autókat. Mi az alapvető probléma? Ugye az elhangzott, hogy a műszaki vizsgáig még figyelnek is az autók állapotára a tulajdonosok, de két műszaki vizsga között nem látogatják a szervizeket. Igen. A legnagyobb probléma azt gondolom az, hogy a gépkocsi tulajdonosok azok úgy gondolják, hogy azért javítatják meg csak a gépkocsikat, mert megy műszaki vizsgára. A gépkocsit nem azért kell megjavítani, mert megy műszaki vizsgára, hanem azért, hogy biztonságosan lehessen vele közlekedni. Itt elsősorban gondolok, hogy a primér biztonsági berendezésekre, fék, futómű, kormányszerkezet, világítás, ezek nagyon lényeges dolgok. Azt érzem és azt látom minden nap, hogy a tulajdonosok inkább a motorra koncentrálnak. Tehát a motor ez egy elenyésző dolog a többihez képest ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. Hát lerobban az autó, az egy dolog, ugye? De meg kell tudni állni. Tehát nem veszélyeztetni a közlekedésben mások testépségét. Miért koncentrálnak a motorra, a sebesség miatt elsősorban? Hát elsősorban ugye kihívás a nagy teljesítményű gépkocsik, főleg amiket most behoznak a Nyugat-Európából. Tehát ezek a nagy teljesítményű gépkocsik, ezek általában a száguldás örömei, bár most már igazából lesznek korlátozva, gondolom, mint hogy az előbbi beszélgetésben lehetett hallani, hogy ezek az okos trafipaxok. Ez korlátozni kell valamilyen szinten, ahhoz, hogy a nagy a teljesítmény, ahhoz a megfelelő fékszerkezetnek is lenni kell, és ezt azt hiszem, hogy elhanyagolják sokan. Említette nekünk korábban is, hogy ezeket az autókat, ezeket az előregedő autókat lehet így nevezni, ezeket külföldről hozzák be. Honnan, milyen országokból és milyen állapotban kerülnek be egyáltalán ezek? Hát általában ez Németországból, tehát ugye onnan hozzák be, van a Franciaország, de Németország, Svájc, Ausztria. Ezek a műszaki vizsgák ott nagyon szigorúak. Ott tulajdonképpen ezeket a 10 éves autókat is nagyon szigorú vizsgáztatási követelményeknek vannak kitéve, de ott a tulajdonosok is
javítatják az autóikat, nem csak a műszaki vizsgára, hanem ők benne van a közlekedési kultúrájukba, magatartásukba, hogy ezeket az autókat szervizeljék. Mi ezeket behozzuk, és hát utána azt gondoljuk, hogy ez egy tökéletes jó autó. Hát egy másfél évig, ugye attól függ, hogy mit van használva, ezek jók is. Na de hát utána ezeket is igazából karban kell tartani, szervizelni kell, javítani kell, és ezzel sajnos nem mindenki van így, hogy ezt szervizelje. Most az autó tulajdonosok, a férfi autó tulajdonosokról beszélek elsősorban, két részre osztatók. Van, aki nagyon sok pénzt rákölt a kocsijára, tehát tényleg több százezer forintot is akár, és vannak azok, amint a gyakorlati példa is mutatja, akik csak akkor költenek, hogyha nagyon muszáj. Meg lehet-e találni az arany középutat ebben a kérdésben? Én szerintem igen, meg lehet találni. Mindenféleképpen a gépkocsinak van egy úgynevezett szervizkönyve. Abban egy nagyon szépen le vannak írva, hogy kilométerenként milyen javításokat kell végezni. Ezeket természetesen meg kell csinálni, és akkor nincsen. Mindenki elsősorban azt gondolja, hogy ugye az olajat kell cserélni. Ez ragad meg az emberekbe. Holott még egyszer említem, nem ez a legfontosabb. Természetesen ez is fontos, ha hogy ne volna fontos, de még egyszer ahhoz, hogy fékezni tudjak az utazásba, de lengéslapító legyen, ezek a rossz utak tulajdonképpen mindet tönkre teszik, és ezeket javítani kell. Mi a véleménye erről, hiszen a rendőrségi statisztikákban egyébként az áll, hogy az autók műszaki állapota, vagy rossz, vagy hibás műszaki állapota miatt kevésbé történnek közúti balesetek. Mi pedig arról beszélünk, hogy ezek az előregedő autók akár a közúton is veszélyt jelenthetnek. Hogyan, mikor? Igazából statisztika ugye nyilván nem készül rólam. Azt gondolom, az egy picit háttérben van szóróban, de én nekem erős a meggyőződésem, hogy ha jobb műszaki állapotban lennének a gépkocsik, és nem engednék, hogy otthon saját maga szerelje, javítgassa, és hanem szakemberhez, hivatalos javító műhelyekbe vigyék az autókat javítani, biztos, hogy sokkal stabilabb lenne ez a... Még egy mondat, igen, nagyon fontos, amit elkerüli az autósok figyelmét, hogy szezonálisan is fel kell készíteni a gépjárműveket, és ugye a hétvégén volt pont egy ilyen közlekedési, igen, ellenőrzési akció, ami során azt tapasztalták, hogy az autóknak az egynegyede még a téli gumival jár, és tehát nagyon sok hiányosságot feltártak ezek az ellenőrzések. Mit javasol most már? Meleg van odakint, 26 fok. Mindenféleképpen most már jöhet a nyári gumi. Természetesen vannak az a komfort felszerelések, tehát a légkondicionáló, ezeket nagyon lényeges tisztán tartani szükséges nyári ablakon sofőrékkel, nem a télit beletölteni, nyári ablakon ablaktörlő lapátokat, ellenőrző világításokat. Ezeket nagyon szükségesek, és most már időszerű lassan. Köszönjük szépen, Lajz Ferenc. Én is köszönöm szépen.